Vajdász! Megállj! Kész! Utolsó Vice City Stories rész! Viktor felkészülve az utolsó csapásra. Irány, menjünk majd azonnal egy nagy hatalmas kutya bagázsra. Sziasztok, sziasztok, Vice City Stories! Utolsó, final, bohóckodás nélkül, mondjuk már ez is egy bohóckodás. Belugrok a mosdókagylóba, és hát azt hiszem, hogy egy ételszennyeződés vagyok. Sziasztok! Hi! Nem kellene ennyire vidámnak és boldognak lennem, hiszen az előző részben Louis meghalt. Louis sajnos már nincs közöttünk, de a bosszú az édes kevés, ugye Armando is halott, de Diego-nak és Jerry Martineznek is menni kell. És ebben a részben mennek is, és nem koszorút venni majd a piacra, a minden szentekre, hanem majd ők is a temetőbe. Ezzel megyünk Diazhoz, Diaz lesz a segítségünk. Gyerünk, találatos paripa. Paripa? Egyébként beszereztem egy kontrollert, szóval most már tudnék kontrollerre játszani Vice Stories-t pölöl. De előbb már játszadoztam egy kicsit, szórakoztam vele a kontrollerrel. Hát kocsit vezettem, ennyi volt max, de utolsó küldetés, ami egy elég nehéz küldetés, nem fogom szerintem most így a kontrollerre bízni. Amúgy sem tudnak így a mikrofon beszélni, szóval ez így offos, szóval maradt most egyelőre be utolsó részben a billentyűzet. Na, akkor szépen virágnak, nem megyünk neki, mert még nincsen. Ja, remélem, hogy nem szenvedtem marandó testi sérülést, és akkor az utolsó stand, az utolsó állás, ilyen katonás dolog biztos. Diaz már azt akarja, hogy leessen a fejembe, ott van a propeller alatt majdnem. Az meg éppen a borszóróban teszi bele fel a borsot. Nagyon jó. Igen, Daftanban, a belvárosban van Diego, és akkor most már nem tartunk lesz, és én semmivel sem. Jó? Te egy hős vagy. Hős vagyok? Nem, én egy sekhely vagyok. Egy csomó időt azzal töltöttem, hogy én bolondoknak csináltam szarságot, miközben a családom széjjel esett, és a nő, akit szerettem volna, meghalt. Nő? Pornó? De szamár pornó? Te is a szamár pornó? Mi a vagdosod erejedet, ember? Még az a Ricardo Diaz, tiszta pont, tiszta Yusuf Amir. Most kéne egy jó kis rakétát, az, amely mi is felrobbannánk. Akkor gépfegyver eszély előne Diazt. Na mindegy. És akkor, irány Daftan Viktor, boy. Hát júniusban kezdtük el ezt a végigjátszást, június elején, és október eleje, hát közepén felé végig sikerült vinni, hamarabb, mint az előzőt, de így is 100%-osra, de így is nagyon hosszú időbe tellett, de büszkének érezhetném magamat, hogyha azt mondom, büszke vagyok magamnak. Jó volt ez. Liberty City Stories is lesz, hogy ne, persze, hogy lesz. Azt még nem tudom, hogy telefonon-e, vagy megint gépen. Nem tudom még, de ez majd még jövőre valamikor lesz a Liberty City Stories, no? Várjunk még az kicsit vele. Most itt az idő, Diego Mendes-t eldeni nábalól! Búja! Nem történt semmi. Kicsit menjél már arrébb, könyörgöm. Légy szaros. Így. Úgy. Várjál, és akkor még egyszer. Tuzsa! Ez sem valami jó sikerült. Na. És itt biztos itt van Diego? Mi az izé? Irodaház. Nem, Vájó volna. Nem irodaház. Ők is rakétáznak, ember! Ők is rakétáznak! Na, kicsi Hunter pop-pop az erdőben ugrál. Bírni fogod, kis Hunter. Én bízok benned, kicsikém. Aha, itt a 14.000 dolláros ház, de ez most nem lét fontosságú. Csak fontosságú. Igen, oké. És akkor még a másik oldalon, ott megnyugszom, tudom, van még 350 ember. Ma, missile look, complete look. Aha. Szépen megbabonázok ezt az egész épületet. Nesze, itt van a kutyatáp! Mi van, Diego Mendes? Hát nem egy jó kis izét férfit hoztam neked, meg hasonlóságot, de ez is finom lesz majd a popodra. Diego, tudom, mivel fognak megölni? Ezt még én sem tudom, de megfoglak. Mi volt-e? Hát mi volt-e?
Jaj! Már megint hol van ez a damage szint? Ami nagyon magasan van, mint ugyebár Árvízkor Tisza. Nem jó lesz így. Na. Arnold Schwarzenegger még itt utolsó részes tisztelét akarja tenni a kettes körözésével. Hát köszönjük, nem kérünk belőle. Missy. Ahogy a sejpírva, Michi. Igen? Még Jaj, hú, kilövi a fánkot, kilőtte a fánkot. Ilyenkor nem robban, még most se robban fel. Minigán a kézben, a switched észben. Nagyon kemény legény, ez a Viktor. Sosem dorombol. És akkor hát köszönöm a rakétát, én most nem kérjük, míg ennyi minigán után. Ebből sem kérünk. Aha. De a történt elfogadjuk. Szóval le kell lökni, mert csak itt roncsolja a környezetet. És akkor Diego Mendez. Hello, hello. Mindenki öltönybe, én meg army, katona vagyok, katona voltam, eredetileg katona lettem volna, de sajnos a körülmények gangsterét csináltak engemet, meg ilyesmi. Szóval akkor így búcsúzunk Viktortól. Ha-ha! Mindegy, jó, öltönybe, mi van, izé binkóba, izé lárazás volt. Mert a 8-as években nem is volt binkó, amúgy. Csak mondom. Hello, majd minigunnal menjünk amúgy, hogyha már ennyi minigunk van. Mennyi minigunnal? Na mire akar? Egy emberre akarok elhasználni a minigunt? Hagyjad be. Úgy visszünk, mint a kisbabát vinnünk a izére, mondjam már a vérvételre. Nem megyünk. Azzal nem tud gyorsan futni, de hát nem, azt meg lehet bocsátani neki. Na, és van még esetleg itt valaki? Az kicsoda. Lance. Nem, az nem Lance lesz. Viktor, nagyon előre ne lépdessé, mert leese. Aha! Jerry Martinez! Milyen izé pasid van már nekem, milyen mogorva arcon. Azt mondom, izé kapott az már fogába tetanuszt. Azért néz ki így. Itt van Diego is, ahogy ne lenni itt. Kurenne! Igen? Jó van Diego, nem? Én nem Reni vagyok, haha. Én máshogy foglak megpicsáztatni? Gyere csak Diego! Na, most a Biblia nem ment meg téged meg a sok olvasás? Te bizony szereted Domestobotot. De mindegy, téged is meg kell hogy öljelek. Nincs más választásom. Aha, ott jön a helikopter. Érdekelsz engemet? Jaj. Ezt nem így kellett volna. Ötök a helikopter. Hol? Sikerült? Hát, hogy sikerült volna? Ha volna két életem. Nem take coverözünk. Na mi van helikopter? Take cover! Azt hiszi, vízben van. Nagy levegő. Lemerülünk. Jó van. Meg se halt. Jó, ő a túlélő a Harry Potter a Vice Stories-ban. És akkor. Most jöjjön. A pusztulás. Jerry Martinez és Diego Mendez számára. Túl sokszor beszakodtál már velem, Martinez. Túl sokszor, és én engedtem. De most meghalsz. Mit akarsz az orosz fegyverrel? Mindig van a kezembe, meg egy dögcélül a nyakamba. Én vagyok a jó gyerek, a rossz emberek játékába, igen? Még kagótum mente, tanuljál már meg angolul. És kire tartja ez a Diego a fegyvert? Vete Alamada, you first. Alan Delon. Na várjál akkor. Itt van a leszámolásnak alkalmának pillanata. Először a Diego-t elintézem. Ja, itt van, pedig meg akartam vakarni a szemöldökömet. Nem kell annyi, nehogy azt higgyétek, hogy így akarom elintézni. Nem.
Ez Jerrynek, a szokásos mecsét a Jerrynek. De Diego-t azt ilyen... Jaj. Nem akarom annyira el skatujázni itt a dolgokat. A Diego-t egy szimpla gránáttal. Annyira nem volt rossz ember. Csak rossz helyen volt rosszkor. És még egyszer. Jó, man. Mi meghalt Mártin ez is? Hát ne csináljunk már ilyet. Hát becsinálok hirtelen. Először... Vajon, hol van az ember? Aha. Aha. Na akkor, hogy volt ez kérem szépen? Kurvák, mert minden, az sok hülyeség miatt engem rúgtak ki a katonaságról, nem téged? Igen? Az utána még ki akartál nyírni engem is Phil-t? Igen? Így játszottunk, Jerry, utána még meg akartad ölni Louis-t? Lud, beleszúrtad a kést a mellébe, meg ilyesmi? Így játszottunk, Martinez, így játszottunk, akkor játszunk így! Aztán még itt egy hülye emberi, ilyen meleg kalapos emberi, de így véden magadat? Meg azzal a hülye pofájúval, Martinez? Hã? Jerry-kém! Na most ki itt a kemény? Jó, ma fel tudtál állni, mi van? Testedzés on! Ajajajaj, ne hardibálja már! Hey! Jer, ide! Jer ide! Jerikém, Jerik, Tom és Jeri! Jer ide! Jeladó! Jerry! Mi mindig ez? Mindig ez! Hát hányszor vágjam bele a húsodba ezt a macsétát? Mi még mindig maradj talpon? Még mindig? Igen, Jerikém! Igen! Na akkor, most utoljára mondom neked, hogy egy bozos a szar darab, vagy egy szar csimbók, egy pöcs! Hello, Jerry! Hello! Mondom, fekete vagy! Hello! Hú... Köszönöm minden, Martinez! Egy nagy segítség voltál! Fö! Még rá is ügyöznék. Lance, te minek vagy már itt ilyenkor? Még azt se lehet volna, hogy hogyha már itt egész végig itt lettél volna. Vége van, nem érted? Esetleg lőjél még belőle a hullájukba, hogy kemény legyél te is, de... Vége van! Te és én, mi? Csak én csináltam mindent! Na mindegy! Na, hú. Küldünk pénzt majd Pete-nek. Igen, vezetek egy negrót. Édesanyánk, ezért rehabra kéne küldeni meg ezért detoxba. 20 kiló, nem fogok drogokkal foglalkozni. Hát az nem hiszem, ezért fog meghalni úgy. Mindegy. Az a baj, Lance-nek sose volt semmi se elég, mindig többet akar. Adj csomó pénzünk van. Istenem, hogy lehet, hogy egy ilyen pénzés fekete ember? Hát komolyan. Ez is-e? Hogy halt meg? Tedd már le a fejedet, ha már meg vagy halvát. Így hogy lehet meghalni a levegőben a fejünk? Fú. Na és akkor? Még itt a macska szoborom is el van dőlve. Annyira kiabáltam. Na, kérem szépen. Halló? Na. Mindenki gyorsan olvassátok elfele. Rockstar, Kevin, John, Christopher, Dane, Andy, mert... Ricardo, respektíve, respektíve, elolvastuk. Igen, az nem fontos, azt kell megnéznünk. Mi van? Még mindig 98% csak? Valami ilyen mellékületést nem csináltunk meg. Winner's outfit is not available at the safe house. Az hogy? Egy pillanatot kérek. Itt szerintem bebugolt az egész. Milyen winner outfit? Ha? Te? Jószagú szent szalamanda. Hogy mondják? Milyen winner outfit? Ez nem akkor kapjuk meg, hogyha... 100%-ra végigviszik a játékot?
hogy össze story mission után? A winner outfitot, ezt nem? Ezt mi? 98%, ez mi? Ácsi, mert itten lassacskán leesik a vércukrom. Hát ne harcsízzatok az előbbi kiakadáson még, de ez az utolsó küldetés után jár ez a póló. Szóval nincs semmiféle bug. Nos, van még itt egy mellékkörés, ami azután aktiválódik, hogy megcsináljátok a last standet. Itt elvileg valahol lenni kéne egy Hunter helikopternek. Azt mi meg kellene csinálnunk, és utána elvileg 100%. Ha nem, akkor kifelejtettem valamit. Amit sürgősen eszembe kéne annak a dolognak jutni. De nem fog. De nyugalom. 4 percünk van. Ez egy nehéz mellékküldetés. Nem azt mondom, hogy anya fogja a kezemet közben, hogy annyira megszoktam egy-egy küldetés előtt izzani, hogy valami. De én azt mondom, ez egy nehéz küldetés. Na mindegy, papá! Meg kell csinálnunk, mert megígértem a 100-at. Be kell tartani. Ugye ezt szoktam mondani, a ígéret szép szó, ha betartjuk, úgy jó. Hasonló. Katonságban még egyszer benne tegyed a lábad. Szóval next checkpoint. Aha, már elrontottam, jó van. Hát még gyorsabban menne ez a kis Hunter így oldalra. Közben lőjük ki fel a halakat. Hát egy-kettő búvárt sikerül eltalálni. I wanna stream, I know where to run. I don't wanna feel someone out of our life. Nem sikerült annyira. Lehet, hogy... Picsában. Lehet, hogy használni kellett volna a betöltő pointot. Mert ez így... Elsőre ez meg lesz. Akkor meg lesz. Hajjá! Jó, oké. Talán. Tarány Tamás. X-faktor. Sikerült. Oké. Ott van a következő checkpoint. Még a nyakamat is kanyarítom. Hát, hogy jobb. Igen. Walking Dead. Oké. Jó, tudom, hogy lehet gépityúzni és gépisti, meg minden. De nem. Rakétánál maradunk. Jaj, nem. Még hajók is vannak itt, ne. A halászhajókat kell robbangatni. Miért? Ilyen izé, hal aktivisták vagy mi? Nem. Ma este, nekem úgy kell felkelni, hogy azt mondtam magamban, ez nekem nem fog sikerülni, nekem ez nem teljesülhet, ez ott egy kis Little Billy. Az is nagyon fontos, hogy a személytelepen van a kis helikopter. Ó, ezt pont eltaláltam, pedig nem akartam. És te igazából mondom. Már nektek ám nem szívesen hazudok. Oké, jön a következő halász. Judit? Halász Judit? Hey! Sikerült! És pittyüzünk már. Hova menjünk? Következő checkpoint. Azt hiszem, hogy lesznek ilyen helikopteres cuccok is. Azért nem mondják, nem viszi, nem olyan könnyen adják a bőrüket. Vagy én nem tudom. Aha, ez az utolsó. Szerintem. Mennyi? Hány perc alatt kezd megcsinálni? 4 perc. Aha. Baj van. Sos. Ebbe mi is belehalunk. Lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. A holnapot lehet, hogy én ebbe még kristályozok. És akkor még van egy kis szaros helikopter, ugye? Ó, de kemény, már valaki helikopter vezet. De várjál már. Itt fogom elrontani. Csak egy helybe megy. Még segít is. Hát nekem... Nekem már ez nem segítség. Várjál már, melyik a G-fegyver? Na jó, meg lesz ez. Jó, robbanja már fel, hova kell menni, hova kell menni, felrobbant! Na, felrobbant, ott van final, most van előre mindjárt G-fegyverrel, final! Sikerült! Tűn. És akkor...
Mi? 98,2%? Mit nem csináltunk meg? És komolyan, mit nem csináltunk meg? Jó, utána nézek a dolgoknak. Most nagyon el vagyok szomorodva. Mit nem csináltunk meg? Emlékeztem még a Vice Stories elején, amikor ugye vont a kikötőben az a lövész szarság. Na azt hiszem, hogy nem csináltam meg. Ugye a Mission File-et kaptam akkor, és utána nem is próbálkoztam vele. Jajjaj. Haj! Haj! Van elmittem fejfájás, van minden. Csak itthon gyógyszer nincs. Na, de hogyha megint... Nem tudom. Hány százaléknál vagyunk? 95,2. Lehet, hogy ezt már megcsaltuk. Nem emlékszem. Hát komolyan nem emlékszem. Hát mikor volt már a nyár? Hosszú forró nyár. Tü-nü-nü-nü-nü-nü. Na nézzük. Kapunk-e valami? És pénzt az ad. 98... 9... Mászor megcsináltuk! És komolyan? Akkor mit nem csináltam még meg? Valószínűleg az van, vagy az van, hogy ezt a Harbor Hover részt nem csináltuk még meg. Erre nem is emlékszem, hogy megcsináltam volna. Stratzba se találom, de lehet, hogy milyen vak vagyok már, vagy nem tudom, de akkor megpróbálom megcsinálni, vagy újból csinálni, oké? Csak reménykedem, hogy ez az, ami nálunk kimaradt. Nézegettem. Többi szerintem megvan, szóval szerintem megvan a hunyó. Valószínűleg. 3.45. De nem vagyok én ebben biztos. Én erre is emlékszem, inkább vágás. Hát akkor most ugrik a Viktor a vízbe. Az igen, ezt is sikerült elrontani. Jó van. Jó, na 3.45 azért legyen már, meg köszönöm. Tit. Ne, én Istenem, jó Istenem, kérem. Tuti nem ez az. De. Ezt se csináltam meg, de még mindig van valami. Mi? Azt a utolsó tetőfészkes mindenségét neki, mikor ezt kitalálták, 2000 pontot kell elérnünk, közben nem sikerült annyi, de a statisztikában azt hittem, hogy már kész ez a küldetés, de nem, nincs kész, 1700 pontom, ezt nem csináltam meg valamiért, ez sem. Jaj. Pár másodperc a kérdése, hogy a igazságom beteljesüljön, vagy ne teljesüljön be. Kiderül. Ki fog derülni? Igen. És akkor? Várom. Kíváncsian várom. Hát azt nem hiszem, mert mindig 99%. Nem tudom, hogy történt, hogy ezt még valahogy kimaradt, most negyedik lettem, aztán nem csináltam újból valami, és ezt nem figyeltem, és most mire ezt megtaláltam, na mindegy, nézzük, hogy most sikerül a 100%, vagy nem sikerül. Everyone is now, you know that you unloadable player contact! Content! You achieved $1,000, izé, you can now watch moves at, izé, a házba. Kész. Sikerült 100-ra. Újból 100-ra, a Vice Stories is. Itt a vége, ez nagyon kegyetlen volt. Itt van, nem tudom hol van. Már nem is érdekel annyira, de azért egy picit még érdekel. Itt van a 100%, itt van újra. Nem csak én köszönök neki, hanem hol van. Hol van már? Na, mi azt megtaláljuk amúgy? Az igen? Hú, mi lesz leírnem? Igen, elfáradt a toll is, meg a ujjam is. 100%, 31,5 óra. A véleményem a játékról körülbelül annyi, mint 3 évvel ezelőtt. Egy nagyon-nagyon egy klasszikus GTA szerintem. Azért nem tetszik annyira, mint a Vice City, de azért ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszetős GTA volt a 8-as évben miatt is, újra Vice City. A főszereplő is nekem nagyon, a Viktor nagyon szimpatikus. A küldetések, így a sztori is nagyon rendben volt. A design... voltak idegességek pár, de... E fölött el lehet ezt siklani.
Nagyon jó volt megint újra végigvinni ezt az egész játékot. De tényleg írjátok le a ti gondolataitokat a játékról. Most én fejem zavaros egy kicsit, aztán most nem nagyon tudok így gondolkodni ez ügyben. De ja Isten, mindenki vigye végig ezt a játékot, mint ahogy a Liberty City Stories-t is. Nekem a Vice City Stories még attól függően még jobban, akkor is jobban tetszik, mint a Liberty City Stories, de mindkettő egy remek klasszikus. Én már remegek itt a idegességtől, szóval megyek. Még egyszer, ajánlom a kivitelt, és szerintem már nem lesz Vice Stories a csatornán. Búcsúzunk Viktortól, és Lenztől, és összes Vice City szereplőtől, hiszen itt a vége ennek a játéknak. Nos, hát köszönöm, hogy e végjátszás alatt itt voltál, nyár eleje óta, itt október közepéig. Hogyha tényleg valami nagyon nagy dolgot szeretnél mondani, írj le kommentbe, és méltóan búcsúzunk Viktortól, hiszen ez egy nagyon jó része volt a Grand Theft Auto szériának szerintem. Ha valakinek negatívumai keletkeznének, akkor írja le, jó? Mindent meghallgatunk. Szóval, sziasztok! Szia Viktor! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hey! 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 FPS játék lett a Vice Stories-ból, hey!